Rendhagyó előadások és nem mindennapi kísérletek öveges napot rendeztek az Arany János iskolában. A jelen és a múlt feldolgozása, ebben nyújt segítséget a Fiatal Rák Barát Klub. Közeledik a diplomaosztó ünnepség, véget ért az idei tanév a Szalon Egyetemen. Tizenkilenc óra van, jó estét kívánok, hegyvidéki híreinket látják. Rendhagyó előadásokkal és nem mindennapi kísérletekkel várták a természettudományok iránt érdeklődőket az Arany János iskolában. Az öveges napot azért szervezték meg, hogy bemutassák a februárban átadott öveges labort, és az intézmények képviselői tapasztalatot cseréljenek. Az Arany János iskola is részt vesz az öveges programban, amelynek célja, hogy felkeltsék a diákok érdeklődését a természettudományok iránt. Ez egész jól sikerült. Így néz ki az úgynevezett elefántfogkrém kísérlet. Egy csőbe hidrogénperoxidot öntenek, majd mosószert és káliumjodidot adnak hozzá. A kölcsönhatás eredményeként pedig nem csak hab, de oxigén is keletkezik. Ez akkor látszik igazán, ha a habba gyújtópálcát tesznek. De nem ez volt az egyetlen látványos kísérlet, amit a Sashegyi Arany János iskolában rendezett öveges napon ki lehetett próbálni. Volt olyan, hogy desztiláltunk vizet, ugye tisztítottunk vizet, és parázsló gyújtópálcát tettünk bele egy színes kémsőbe, és meggyulladt. A mikrocsavart használod már. A labor másik részében pedig a mikroszkóp használatával és a növények felépítésével ismerkedtek a diákok. Tegye fel a kezét, aki talált ilyet, hogy mozognak a zöld szintesen. A tapasztalataikat azután leírták. Amikor beszélnek róla, akkor nem jegyezzük meg a dolgokat, amikor mi magunk készítjük, csináljuk, és fölhangzik az, hogy aha, ide néz, hogy néz ki, akkor nyilván arról szól a dolog, hogy mi ebben megőrzik saját tapasztalatuk alapján. Az Arany János iskolában nagy hangsúlyt helyeznek a természettudományos tárgyak oktatására. Az intézmény bekapcsolódott az öveges programba, ennek eredményeként egy modern technológiával felszerelt természettudományos labort is kialakítottak. Az öveges labor helyiségei összenyithatók, így akár két osztály egyszerre is tudja használni. Mind az Arany János iskolában tanuló diákok számára, mind az emelt szintű érettségére készülő, már felsős sok számára, valamint a programunkba, a partneri programba bekapcsolódó agglomerációba, Budakeszire, 11. kerületre gondolunk, és természetesen Hegyvidék többi iskoláiban tanuló diákokra, akiket mind-mind be tudtunk vonni a programba, nekik nyújtunk a természettudomány területén egy olyan gyakorlati képzést, amelyben nem a tankönyvből, nem emlékezetből kell visszaemlékezni a kísérletekre és a kísérletek eredményeire, hanem valóban a gyakorlati úton, a itt megtapasztalt módon szerzett élményekre fog épülni a tudások. Az öveges napra nem csak a kerületből, de más településekről is érkeztek tanárok és diákok. Összegezzük a tapasztalatokat, illetve partner, illetve más társintézmények, akik ökológiai szinten az öveges programban benn vannak, őket hívtuk meg, hogy a tapasztalataikat, a mi tapasztalatainkkal vessük össze, és beszéljük meg, hogy hogyan tovább, hogyan lehet, ők hogy csinálják, mi hogy csináljuk, hogyan lehet fejlődni ezen az úton, hogyan lehet haladni. Emellett rendhagyó fizika és biológia előadással is várták az érdeklődőket, akik azt is megtudhatták, milyen szerepük lehet a szavazórendszereknek az oktatásban. Németül vitáztak a hajléktalan rendeletről a magyar diákok. Tegnap rendezték meg a Vitázik a világ ifjúsága elnevezésű német nyelvű vitaverseny országos döntőjét. Az első helyezett Pőce Júlia a Tamási Áron gimnázium tanulója lett. Ő is a második legjobbnak bizonyult fiatal szónok ősszel Varsóban is bizonyíthat, ahol összesen 8 ország képviselteti magát. A vitavetélkedőnek egyébként számos előnye van. Az aktuális társadalompolitika kritikus szemléletét igényli, de a nyelvtudás fejlesztését is segíti. A jelen vagy a múlt helyzet feldolgozásában nyújt segítséget a fiataloknak a Fiatal Rák Barát Klub a kulturális szalonban. A klubot a Rákbetegek Országos Szövetsége indította el tavaly ősszel, azzal a céllal, hogy segítsen a fiataloknak a testi, szellemi és lelki gyógyulásban. Mindezt olyan környezetben, ahol hasonló élethelyzetben lévőkkel találkozhatnak és együtt beszélhetik meg problémáikat.
Miért pont én? Kihez forduljak segítségért? Hogyan tovább? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatnak választ azok a fiatalok, akik valamilyen daganatos betegségben szenvednek a Fiatal Rákbarát Klubban, a Kulturális Szalonban. A klub foglalkozást tavaly ősszel indította a Rákbetegek Országos Szövetsége, azzal a céllal, hogy segítséget, támogatást nyújtson a fiataloknak a gyógyulásban, a helyzet elfogadásában és megértésében. A Fiatal Rákbarát Klubba azokat a fiatalokat és családtagjaikat várjuk, akik szeretnék feldolgozni a betegségük következtében a jelen, a múlt helyzetet. Itt a klubban lehetőség van kibeszélni, akár anonim is maradhat az ember, nem fontos feltárni azt, hogy neki milyen betegsége van, de itt lehetőség van arra is, hogy kibeszéljük ezt a betegséget, hogy feldolgozzuk, hogy ötleteket, tanácsokat adjunk egymásnak. A klubba hívunk meg orvosokat, segítő szakembereket, pszichológusokat, akik segítenek feldolgozni ezt a problémát. A klub vezető Péter Zsuzsanna úgy fogalmazott, kialakult már egy kemény mag, de minden alkalommal várják az új tagokat a beszélgetésekre, amelyek úgy zajlanak, mint egy csoportterápia. Általában körben ülünk, mint egy csoportterápia alkalmával, elmondjuk, hogy milyen érzésekkel jövünk ide. Lehetőség van sokat nevetni, sírni, közösen feldolgozzuk, megbeszéljük ezeket a problémákat. A Fiatal Rákbarát Klubot minden hónap negyedik szerdáján tartják meg a Kulturális Szalonban, de a Rákbetegek Országos Szövetsége ezen kívül számtalan más segítséget és programot kínál a daganatos betegségben szenvedőknek és hozzátartozóiknak, illetve nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra, a megelőzésre. A Rákbetegek Országos Szövetsége 25 évvel ezelőtt alakult meg, pontosabban jövő évben leszünk 25 évesek. Ez egy nagyon különleges szervezet, abból kifolyólag, hogy alulról építkező. Tehát jelenleg körülbelül 70-80 klubunk, egyesületünk van, és több mint 2000 tagja ennek a szövetségnek. Célunk az, hogy eljuttassuk az embertársainak azt az üzenetet, hogy nagyon fontos a prevenció a daganatos betegségekkel kapcsolatban, tehát időben felismerni, merjünk róla beszélni őszintén és nyíltan. Abban az esetben, hogyha valaki pedig felfedezi ezt a kort, akkor segítséget nyújtsunk abban, hogy mit tegyen, hová fordulhat, egy reménysugár tudjunk adni az embereknek. A Kulturális Szalonban tartott klubfoglalkozások, ahogyan a további programok is ingyenesek. Ezekről bővebben a rákszövetség.hu weboldalon tájékozódhatnak. Az első negyed évben 7,1%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom a tavaly ugyanebben az időszakban mért adatokhoz képest. Az ipari cikkek és más nem élelmiszer jellegű termékek esetében egyaránt megfigyelhető a bővülés. A tendencia pedig nem csak 2014-re igaz, valószínűleg hasonlóan alakul majd a következő két esztendő is, mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. 2013 második fél évétől kezdve folyamatosan bővül a lakosság fogyasztása, és az üzletekben, áruházakban is többet vásárolnak. Annak a hátterében az áll, hogy egyrészt növekszik a gazdaság, nőnek a reálkeresetek, reáljövedelmek, és az alacsony infláció a rezsicsökkentés miatt pedig mennyiségben, volumenben többet ér a fizetésünk, tehát több árut tudnak az a cipekedni a háziasszonyok. A hivatalos adatok szerint tovább csökkent a munkanélküliség, szám szerint 9000-rel csökkent az állástalanok száma, miközben a foglalkoztatottaké több mint 20000-rel nőtt. Ezzel a ráta 8,3%-ról 8,1%-ra mérséklődött. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a növekedésnek feltehetően része a közfoglalkoztatás és a migráció is, azonban a foglalkoztatottak számának gyarapodásáról a versenyszféra is egyre nagyobb arányt képvisel. Az utolsó előadásához érkezett a Szalon Egyetem előadás sorozat, hamarosan a kezükbe foghatják diplomájukat az idős diákok. A Szabad Egyetemet 2 évvel ezelőtt indította el a Kulturális Szalon a hegyvidéki nyugdíjasok számára az aktív és tartalmas időtöltés céljából. Az idős diákok voltak már reaktorlátogatáson, hallgattak előadást a matematika és a művészet kapcsolatáról, de szó esett már a magyar közigazgatási rendszerről is. Legutóbb pedig Kordos László őslénykutató számolt be munkájának érdekességeiről a Kulturális Szalonban, a Szalon Egyetem előadás sorozat keretében. A mai előadás élményeimről és a munkámról szólna. Ezek pedig az ősmaradványok, vagy őslények. Hogyan ismerkedtem én meg az ősmaradványokkal, és rajtuk keresztül azokkal az ősvilági lényekkel, amelynek itt vannak az éri utódjai közöttünk, akár mi is. Kordos László ismertette azt is, hogy kezdett el ezzel a nem mindennapi tudományággal foglalkozni. Én miskolci vagyok, Bükkben
sokat kirándultam, ott vannak barlangok, a barlangokban vannak csontok, a csontok fölkeltették az érdeklődésemet, és aztán innen már elindult a lavina, és ezt a szakmát választottam. Tehát ez geológusnak kell lenni, biológusnak, elsősorban pedig őslénykutatónak. Kordos László előadásával ért véget az utolsó szemeszter a Szalon Egyetemen, amelyet már második éve szervezett meg nagy sikerrel a Kulturális Szalon. Az idei évben azonban már lehetőség van arra is, hogy aki szeretne, az számot adhat tudásáról. Örömmel mondhatom, hogy a Szalon Egyetem előadás sorozat ebben a tanévben is nagy sikerrel zajlott itt a Kulturális Szalon falain belül, és bizony a mai nappal a tanév utolsó előadásához jutottunk el. A Szalon Egyetem előadás sorozat zárásaként egy lehetőség áll a hallgatóság előtt, hogy megmutassa tudását és megmérettessék a vizsgán. Ugyanis minden előadótól azt kérte, hogy néhány kérdést gyűjtsön össze, küldje el nekem, amiből egy tesztkérdésről tárítottam össze, és a hallgatók izgatottan várják, hogy milyen kérdésekből áll ez a vizsga. A vizsga után pedig átvehetik diplomájukat a nyugdíjas hallgatók, méghozzá Pokorni Zoltán polgármestertől. Tavaly évhez hasonlóan most is diplomát kapnak a látogatók, apró meglepetéseket. Meghívtuk Pokorni polgármester urat, aki tanévzáró gondolatait fogja itt nekünk elmondani, és természetesen a vendégeknek pedig a hallgatóságnak kulturális műsorral kedveskedünk, zenével, verssel, illetve vendégül látjuk, akik meglátogatnak minket. A szalondiplomák átadása június 16-án hétfőn 14 órakor lesz. A nagy sikerre való tekintettel ősztől pedig újra elindul az előadás sorozat, amelyet ismeretterjesztő kirándulások egészítenek majd ki. Fogyasztóvédelem a zsebben új okostelefon alkalmazással jelentkezett a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ismeretanyag célja, hogy hasznos segítség legyen a mindennapok során felmerülő fogyasztóvédelmi kérdésekben. Az alkalmazás lehetőséget ad a felhasználóknak az általa vásárolt termékek és a reklamációs határidők nyilvántartására. Nem része azonban az applikációnak a lejárt minőségű élelmiszerek vagy QR kód alapján való beazonosítása. Híreinket visszanézhetik a www.hegyvidéktv.hu weboldalon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!